Nos srácok, ezt a videót ismét az előző rész után veszem fel, ugyanis most eléggé nagy kedvem van tovább játszani ezt a játékot. De lehet, hogy ez az utolsó rész tényleg, amit most veszek fel így ezután. Mert most már tényleg érdekel engem is így, hogy mi a véleményetek a játékról, és érdemes egyáltalán itt játszanom, vagy egyáltalán nem tetszik nektek. Szóval szépen folytatjuk, hírek a piaci kutatásunk szerint a nemrég kiadott Skiffy Action játék meglepetés láger a játékosok körében. A fejlesztő PGT még elég új szereplő a játékiparban, de már alig várjuk, hogy mit fejlesztenek ki legközelebb. Királyság, és amint mondtam, ugye fel akarok venni egy új alkalmazottat, hogy előbb el kell végezni az alkalmazott menedzser kiképzés, jó, végezzük el. Hogy kell ezt? Oktatás, igen. Munkatárs menedzsment, tökéletes, végezzük szépen el. És akkor szépen felveszünk egy új alkalmazottat, aki annyi a lényeg, hogy ő is ugyanúgy tud dolgozni egy játékon, meg kutatni, meg mindent csinálni. Tehát egy új én, úgymond. Tehát olyan, mint ugyanannyi tud, mint én. Ennyi a lényeg. Csak néha szabadságra kell küldeni, meg ilyenek. Szép maga sikeres elvétel, de igen, ezt tudom, nyugi. Na, itt van, hogy mennyi pénzt szánunk arra, hogy egy új munkatársat találjunk. Hát ennyire sok pénzünk azonban még nincsen. Szóval rászánok mondjuk egy 200 ezer dollárt talán. És mi az, ami a legfontosabb legyen? Játékbemutató, komplex algoritmusok, vagy bemutatkozó? Hát legyen mondjuk a bemutatkozó, szerintem. Jó? És szépen keressük is az alkalmazottakat. Skiffy-en kívül sok került, 274 ezer darab, és 2 millió dolláros, közel 2 millió dolláros bevételt hozott. Szép! Nagyon szép, srácok, szerintem ebből a pénzből meg is tudjuk mindjárt majd csinálni az új alkalmazottunkkal az új motorunkat. Na, és itt is vannak az emberek, 3 darab ember dobott ki, és itt van, hogy kinek milyen a cucca, tehát ő itt kettes szintű, ő szintű kettes szintű, ő meg egyes szintű. Van egy olyan érzésem, hogy nem az egyes szintűt fogom választani, szóval azt így ki is felejtem. Ez a kettő ember között kéne döntenünk. Most itt az a kérdés, hogy vagy a kivitelezésre feküdjön rá jobban ez az ember, vagy a technológiára. Itt van a sebessége, meg a kutatása. Viszont ez az ember sokkal gyorsabb, meg a kutatása is eléggé jobb. Meg a fizetés egy kicsikét olcsóbb. Hát viszont ő neki a kivitelezése majdnem 300-as, a technológia 103-as. Viszont ő neki 121 és 280. Szerintem inkább őt veszem fel. Szerintem ő talán jobban megéri. Felvesszük. Gyerünk, gyere. Gyere, tesó. Mostantól a PGT cégnek vagy az új embere. És új kutatás, közepes játékokat is tudunk most már csinálni. Nagyon király. És a srác, ahogy látom, most mi van? Most, jó, mindegy. Készíts egy gyors egy játékjelentést. A videójátékok egyre növekvő érdeklődés körével. A videójátékok magazinok közönsége is folyamatosan nő. Ezek a magazinok népszerű új lehetőséget nyújtanak a játékfejlesztőknek, hogy a közelgő játékokat hirdessék. Nagyszerű, tehát mostantól van ilyen, hogy marketing. Nagyon sok dolog jön be most, srácok, de ja. Na, én azt mondom, hogy a mi kis főemberünkkel szépen kezdjünk el. Hol, mi van? Most mi nem lehet kutatni? Ja, mert most ő kutat, jó. Akkor ezt még meg kell ugye várni. Vele akkor szépen elkezdünk kutatni. Na, kutass már, srác! Szépen most minél több dolgot szerintem megpróbálok kikutatni. És csinálok egy új engine-t. Egy új motort, játékmotort. Jó. Igen, ezt kikutatta a királyság. És akkor oktat... Ja nem... De, oktatás? Igen, ez az oktatás, nem ez kell, vagy de. Játéktervezés kalózoknak. Mi van? Ne ismételd magad, hiányos kód. Nem ez kell nekünk kutatás kell. Igen, kutatás sajnálom, véletlen félrementem. És kifeleszköm, nagyon fontos a közepes játékokat. Ez nagyon fontos lesz, ebbe biztos vagyok. És azt majd ti is meglátjátok, ott tudunk akkor egyszerre kutatni, jól van, akkor alkalmi játékokat is ki kéne fejleszteni. Ja, de nincs elég pontunk. Aha. Értem, akkor a monóhangzást fogjuk kikutatni egyenlőre. Jó, ezután akkor meg kéne csinálni a új engine-t szerintem. Valahogy, be kéne rá fektetni. Igen, azt alkotója bejelentette, hogy egy közvetlenül... Igen, csinálnak egy új izét, konzolt megint. Jó. A piacon jelenleg megtalálható hasonló eszközökkel ellentétben, amely meg sem közelítik a játékhoz, a Vanagir
gyakorlatilag a mastery teljesítményével rendelkezik, leszámítva azt, hogy magaddal viheted. Van a gear, emellett teljesen színes képernyővel rendelkezik. Aha, fejlődik a kor, egyre újabb dolgokat adnak ki, ez ugye hát egyértelmű. Na, srácok, gyorsan kutassátok a dolgokat, mert kéne végre csinálni az új motort, a mi karakterünk már meg is van vele. Hát az alkalmazottunk eléggé lassan dolgozik, mit nem mondjak. De most talán, jó, megcsinálta. Hello Dani, figyelemmel kísértem a PGT előrehaladását, és úgy tűnik a legutóbbi kiegészítően nagyobb játékok fejlesztésben is belefogtatok. A nagyobb játékokkal több embernek kell megmutatni, és itt jön egy kiadó. Aha, egy kiadó! Na, a kiadó hirdeti és kiadja a játékodat az egész világon, emellett segít a fejlesztés pénzügyi támogatásában is, cserébe megtartja a bevétel nagyobb részét, de mivel a játék sokkal kellendőbb lesz, általában megéri. Ez az a lényeg, hogy mostantól elvállalhatunk kiadóknak játékkészítést, szóval csináltunk úgy, hogy egy kiadónak végzünk egy munkát, és csinálunk egy játékot, viszont ugye ebből sokkal kevesebb pénzt kapunk, mint hogyha saját játékot csinálnánk, viszont sokkal többen fogják megvenni. Szóval, én azt mondom, hogy szépen csinálunk is. Most mi van? Most nem tudok játékot csinálni? Jó, csinálunk egy játékjelentést akkor. És ővele pedig akkor... Most mit kell csinálnom? Mert most nem nagyon tudok semmit csinálni. Oktatás? Nem vágom, mindegy, ezt megvárjuk, hogy ezt megcsinálja a srác. És akkor megnézzük, hogy most mi is van. Pontosan, oké. Ezt kifejlesztette. Most mi van? Most miért nem bírok új játékot csinálni? Aha! Ért? Akkor most már igen, nem a karakterre kell kattintani, csak így ide. Jó, bocsi srácok. Na. Egyéni játékmotor. Csinálunk egy új játékmotort, mert most már... várjátok, megnézzük, hogy megéri-e. Kutatás, marketing, alkalmi játékok. Hát... Nem igazán éri meg még. Akkor csak simán most csinálunk egy... keresünk egy kiadót. Ő ezt kifi szerepjátékot szeretne. Ő pedig egy vadász per bármilyen műfaj. Ő meg egy katakomba szerepjáték. Ő meg egy romantikus bármilyen műfaj. Én azt mondom, hogy ezt a skifi, mondjuk ennek nagyon nagy elvárása. Válasszuk ezt, jó? Ezt szépen elvállaljuk, és majd mindjárt meglátjátok, hogy ez milyen is. Mindenkinek kell csinálni? Vagy hogy kérte? Mindegy, megcsináljuk akkor. Ez mi ez? Annyi a lényeg, hogy vadász, és legyen egy vadász akciójáték. Testre kell csinálni. PGT Engine-nel csináljuk. Ez lesz a... Hát akkor lesz ez a Hunter 2. Nagyon, nagyon találó név. És egy mindenkinek célzó játék, és közepes játékot is tudunk most már csinálni. Következő. 2D-s grafika V2, ez 60 000-be kerül. Nagyszerű, nem baj, csináljuk. Szépen belekezdünk a lehetetlenbe. Nem a lehetetlenbe, igazából a nagy dolgokba. És itt van az, hogy el tudjuk dönteni, hogy ki mit csináljon. Az én karakterem csinálja ezt. Az én karakterem csinálja, nem, az ő karakter csinálja ezt. És mondjuk én is csinálom még utólag így ezt. Itt most már el tudjuk dönteni, hogy ki mire feküdjön rá jobban. Tehát, mit tudom én, valaki a pályadizájn csinálja, vagy valaki a pályadizájnon dolgozom, valaki a grafikán dolgozom, itt szépen így el lehet így dönteni. Na, én csinálom a mesterséges intelligenciát, ő csinálja ezt, és ő csinálja így ezt is. Pokosan kell amúgy elosztani. 2 hónap múlva a G64 már nem lesz piacon. Na. Kivonnak egy platformot, ami annyira talán nem baj, mert így több lesz a, nagyobb lesz a felkapottsága talán a többinek. Úgy tűnik a piac jelenleg különösen jól reagál az új téma a rendelkező játékokra. Értem, nyugi. Ez új téma, a nagyjából. Azért szerintem is. Most kapunk így egy csomó kutatási pontot, ami tök jó lesz nekünk. Igen, ez a karakter csinálja ezt, én csinálom ezt, ő meg akkor így ezt. Hát ez nagyon túl vannak terhelve az a gond, de mindegy. Főleg tudásra jutott, hogy a Vartender néhány elszánt rajongója készített egy rajongói játékot, amely azonban több mindent felhasznál a mi játékunkból is. Nem keresnek vele pénzt, és csak rajongói
rajongóknak készítették, a jogi képviselőink azonban azt javasolnák, hogy nem kéne engednünk, mit tegyünk ez ügyben. Igen, ezzel is amúgy több rajongót lehet szerezni, itt általában, hogyha ilyen van, hogy nem kapnak pénzt, meg ilyenek, akkor békén hagyom őket. És így kapunk egy csomó majd rajongót, meg ilyeneket, meg stb. Meg ilyen plusz pontokat, meg mit tudom én miket. A hardware játék az egész világon, ma megvan lepődve, az önösre vették, hogy a Govode, mi ez? Govodore? Mi a? Hogy a Govodore a népszerű G64 gyártója csődöt jelentett. Ja, oké, értem. Azt mondom, hogy ez is egy új platform. Golderinak nem sikerült a magasabb ára. Igen, a G64 kikerül a platformról és csődöt jelentett. Üzlom nem, mert a Vártonnel röngő játéknak a fejlesztő. Igen, itt van az, hogy ugye engedtük nekik, hogy hadd csinálják, és most megköszöni, hogy megengedtük és nem pereltük meg ilyenek. És így majd lehet szépen látni. A PGT a legjobb cég a világon, és örülünk, hogy részre lehetünk a rajongói közösségedek, ez olyan megható. Na és ilyenkor ugye kapunk, kérem szépen, plusz 225 rajongót, ami tök király. Úgymond a semmiért, és igazából ebben most is semmi negatív nincs, hogy ők most csináltak egy olyan másolatot, amiből nem keresnek se pénzt, se semmi, szóval ja. Na, befejeztük a játékunkat, igen, a G64 már nem támogatott, ezt már annyiszor ide rakták nekünk, de mindegy. És új rekord van a kivitelezési szintünkön, nagyon remélem, hogy elérjük azt az ötös értékelést. Ó, új kutatás. Megvan a 3D-s grafika. Nagyszerű, akkor lassan csináltunk majd még egy játékmotort. Csak most nagyon kéne figyelnünk, mert kezdünk lejjebb esni pénzvileg. Na, itt vannak az értékelések. Léci 5-ös fölött 6-os, király. Ez de nagyon jó. Jó, ez meg lesz 7-es, királyság, jó. Megvan a minimum, királyok vagyunk, srácok. 8-as, nem 7-es. És az utolsó nem más, mint egy 7-es, királyság. És szépen meg is nézzük, hogy milyenek is lesznek ugye az adások. Itt jön majd az, hogy kiadó adja el a játékainkat. Szóval az első héten már 210 ezeren vették a játékot. És ugye hát... itt van, hogy mennyit keresünk belőle. A játék megfelelő szűzségében, igen, királyság. Most ilyenkor így elismerték, hogy köszönjük meg minden. És ugye hát itt az van, hogy ugye kevesebb pénzt kapunk, mert ugye hát kiadónak is, ugye a kiadónak is megy egy csomó pénz, szóval amiben sokkal kevesebbet kapunk. Amint látjátok, most csak ezen a héten itt most eladunk kb. Egy olyan majdnem 100 000 darabot, és 100 000 eladásból mi csak 52 000-et kapunk. Ami nem túl nagy, de hogyha jobb játékokat csinálunk, akkor azért ebből is eléggé sok pénzt tud jönni. Jaj, na! Azt mondom, hogy akkor csináljunk egy jelentést. Te veled pedig kutassuk ki a 3D-s grafikát, ami nagyon fontos. A 3D-s grafikák királyak. Jaj. Szeretnék egy új engine csinálni, csak az itt a probléma, hogy 2G-s grafikát, nem, erre még nincsen izénk. Egy alkalmi játékokat kikutatom még vele. Az a gond, hogy ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Na, itt van ugye a jelentés show lesz, most nem fogom végig olvasgatni. Az a lényeg, hogyha ezt jelentést megcsináljuk, akkor majd amikor akarunk csinálni egy új játékot, akkor ott lesz, hogy mennyire éri meg azzal a kombinációval játékot csinálni, vagy megéri, vagy nem éri meg, ez a lényeg. Jaj, na! Kutassunk ki egy új témát. Új téma. Legyen egy... az a gond, hogy nagyon rossz témák vannak. Legyen egy katakomba akkor. Kutassunk ki egy katakombás témát, amihez nem tudom, hogy milyen játék illene nagyon. Igen, 811 ezret adtunk el, és csak 8 ezret kaptunk. Itt látszik ugye, hogy ez egy kiadónak volt, mert ugye amikor a másik játékunkkal eladtunk, nem tudom mennyit adtunk el, ilyen 400 ezret vagy 500 ezret, abból kerestünk vagy 3 milliót majdnem, vagy inkább 2 milliót. Itt meg azért, ja, sokkal kevesebbet, de többen is veszik az ugye ennek a izenést, nagyobb hírnevet szerzünk, több rajongót, meg stb. Jaj, na! És itt van ugye a jobb felső sorokban, hogy népszerű témák, ugye hát az új témák. Akkor én azt mondom, hogy csináljunk egy új játékot. Új játék, vagy egy motort csináljunk? Nem tudom, ez még megéri. Megérné szerintem azért. Csináljunk egy új motort, srácok. Jó, megcsináljuk. PGT Engine 2. Motor létrehozása, gyerünk! A piac helyreállt, jó. Megcsináljuk az új motorunkat.
Most ugye hát ilyenkor mind a kettő dolgozom, szépen fejleszti, vagyis hát ja, fejleszünk mind az új motort. Hamarosan meg is leszünk vele. Közben amúgy én ilyenkor így messengerezek, meg így nézegetem a telómat, szóval... Ja, amíg ezt így csinálják a motort, én nagyon nem is tudnék mit csinálni. De ja, a srácok viszont már 15 perc megy a videó, szóval lassan én ezt is így leállítom. Még tervezek, szerintem ugye még egy játékot csinálok. Venna bejelentette, hogy az új játékot kiadja. Két hónapon belül dátumon. Ez kicsikét rosszul van magyarosítva. A Venna Oasis 16 bites grafikával és hanggal rendelkezik. Jó. Igen, népszerű lesz valószínű. Királyság. PGT Engine 2 elkészült. És srácok, alapból ezt a srácot elküldjük szabadságra. Itt látszik, hogy mennyire van lefáradva a dolgozónk, és mennyire igényelne szabadságot, szóval ja, azt is kell figyelni. Na, amint visszajön a srác, szépen bele is kezdünk egy új játékba, és megnézzük ezt a katakombás témát, és kéne most az eléggé sok pénz gyűjteni, mert most megint kezdünk lemenni. Azért jó lenne az ilyen átlag 1 millió dolcsit megtartani, hogy annyi pénzünk mindig legyen. Na, akkor a katakomba. És mondjuk katakombás akciójáték legyen szerintem. És nézzük meg a Gamelinget, 50k a licenszköltség. Megnézzük, ez most a leghíresebb. Megnézzük, megveszek 50k-ért a licenszet. Nagyszerű, és Gamelingen mi a legizébb? A mindenki. Jó, akkor ez egy mindenkinek szóló játék lesz, és ez lesz a szabadulj ki! Szabadulj ki, egy. Jó, nem írunk most az izét. Nagyszerű, és játékmotor PGT Engine 2. Következő. Itt már ugye tudunk, hogy tudjuk szabni, ugye, mert új motorunk van, hogy milyen grafikával szeretnénk csinálni. Hát a legdrágábbal, egyértelmű. Azért kapjuk majd a legtöbb pontokat. Na, és itt már jobb oldalt, amint látjátok, be is tudunk kapcsolni, hogy milyen tulajdonságai legyenek a játéknak. Amivel a motorba beleraktuk, hogy van olyan, hogy játékoktatás, tehát alapból van tutoriál most már a játékainkban. Szóval az plusz 10.000 dolcsért bele tudjuk építeni a játékba, hogy legyen benne tutoriál, ami nagyon király. Szóval szépen így fogjuk most megcsinálni az újabb játékunkat. Mr. Ki, mi ennek a neve? Markus Stonder, nem tudom kivel. És bejelentette a cucc, hogy megjelent a Venna. Nagyszerű, még egy platform, hát nagyon örülök ennek. Azon minél több platform van, annál jobban eloszlik a célközönség, és annál nehezebb egy-egy platformra játékokat kiadni. Monohangzás, ugye hát ezt is most már be tudjuk állítani, ami jobb, mint az egyszerű hangok, szóval királyság. Ezt is szépen fejlesztünk tovább. És hogy látom, azért ezzel most már igen, új rekordokat fogunk valószínűleg hát elérni, 21-21, eléggé szép. És nagyon remélem, hogy ezzel a játékkal el tudunk valami új, nagyobb rekordot érni, eladási szinten is. És hát a karakterek, ahogy látom, eléggé szépen fejlődtek. Na nézzük! Nézzük az értékeléseket! Legyen nagy, léci! 9, nagyon jó, nagyon király. Ez egy 10-es, srácok, ez egy easy 10-es. Mestermű, köszönöm, Informed Gamer. 8-as, rohagy meg, Game Hero. Adj egy 10-est, 9-es, nagyszerű, jó van. All Games, nem baj, bezárás. Na nézzük az eladásokat, hogy mennyire lesznek királyak. Szabadulj ki! Az első héten eladtunk 27 ezret, hogyha jól láttam. Királyság! Hát... Főleg úgy tűnik, hogy néhány... játékos a szabadúki példány kalóz példányát használja. Sikerrel tudtam néhányukat azonosítani, bepereljük őket, hogy megvédjük a szerzőjogainkat, vagy simán figyelmeztetés küldhetünk nekik, hogy fejezzék be a kalóz példányok használatát. Mit akarsz tenni? Itt annyi a lényeg, hogy ugye valaki megkrekkelte a játékunkat, és ugye hát ingyen is tudják használni, anélkül, hogy fizetnének érte. Lehet választani, hogy vagy beperelem, de inkább csak figyelmeztetem őket. Right away, nagyon jó a magyarosítás. Figyelmeztetjük őket. Hát srácok, ebből a játékból is plusz profitot hoztunk ki. A PGT a legutóbbi játéka összességében nagyon pozitív értékelést kapott. Informal Gamer 10-et adott neki, mondván egy mestermű. A PGT továbbra is ehhez hasonló játékokat fejleszt, új rajongói kedvencé válhat. Eléggé király lenne.
Na srácok, én azt mondom, hogy ezt a videót most én itt így ebben a pontban szépen lezárom. És hogyha tetszik ugye a sorozat, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel. És hogyha szeretnétek még további részt, akkor ugye át azt írjátok le a komment szekció, meg stb. Péter nemrég figyelmeztetés küldött nézőjének, szabadul ki, rendben. Erre több közösségi iparban néhány cég rengeteg pénzes erődést áldozok kalózkodás visszaszorítására, míg mások szerint nyugodtabb hozzás szükséges. Jó, szereztünk 139 rajongót, mert nem pereltük be őket, csak figyelmeztettük, királyság. Na srácok, akkor ennek a játéknak így ennyi lenne. És nem, ennek a játéknak ennyi, ennek a résznek ennyi lenne. Jaj. Kicsit fárasztó egy órán keresztül folyamatosan beszélni. Szóval, ja, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én Dani voltam, és köszi a figyelmet, sziasztok!